Sziasztok! Vége lett az első fázisának, a Majornek, a Challenger Stagenek, és most kell gyorsan megrakni a pikemeket a következő fázishoz. Ezt mindig el szoktam felejteni, ezért el is bukom a folynomat, hát vagy azért, vagy másért. De nézzük, hogy hogy alakult a Pikem Challenge. Nekem végül sikeresen meglett a, a Pikem. Ugye 3-0-val ment tovább a Mouse, amire azért, hogy őszintén nem számítottam. A Vitality nagy nehezen ment tovább, a 0-3-asom az nem lett meg éppen, csak egy óriási meccsben e, sikerült az utolsó meccsét megnyerni az IHC-nek a 0-0 Nation ellen. És azt különben érdemes visszanézni ezt a meccset, hogyha valaki szerette izgalmas meccset látni, illetve felnézni, hogy hogyan tombol a brazil közönség, ugye ők a saját csapatuknak, 0-0-1-nek, Zero -Zero kozereiknek drukkoltak. 5-7 taps away, 2. Oké, 3-3, kozereik hits a tígy. Oh! 3 shots to the face, and kozereik hits a All the glory. Beast mode in the a végén ugye a Vitality az OG-vel játszott, és uh, itt mindegy volt, hogy ki nyert, de ami egy ideig függött a levegőben, az a Cloud9 és a Fnaticnak a továbbjutása volt, mert uh, a Gamer Legion és a 9Z zavarhatott volna be azokba a meccsekbe, de végül sikeresen uh, nyert mind a két csapat, így azért az ötből, az öt helyett inkább meg lett kettő, négy, hat pikkem, ami tök jó. Hát összességében körülbelül nagyon szuper első fázist az a Challenger stage-et láttunk, és hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan megyünk tovább. Ugye most jön az, hogy átmegyünk a Legend stage-re, itt becsatlakozik a Phase NaVi, NiP, ENCE, Sprout, Heroic, Team Spirit és a Liquid, akikhez érkeznek azok a csapatok, akiket most láthattunk a Challenger stage-ben és ezt gyorsan mondom, ma meg kell csinálni ezt a pikemet, mert különben lemaradtok a pontokról. Kezdjük azzal, hogy én nagyon szeretném, hogy a mouse tovább jusson, és ez szerintem benne is van a pakliba, úgyhogy 3 0 val indultak. Ha kapnak egy kicsit szerencsésebb sorsolást, akkor ez meg lehet. Ugye azt lehet tudni, hogy a Liquiddel kezdenek szombaton 15 órakor, amit különben én fogok streamelni, úgyhogy ha benéztek a Twitch-re, akkor nézhetitek nálam is, de különben ezer helyen fogják még streamelni. A szóval Liquiddel kezdenek, amit nem biztos, hogy meg fognak nyerni, ettől függetlenül, mondom szerintem, simán van olyan sorcsolás, amiben ö, van esélyük tovább jutni. Persze ez. a Liquidről annyit kell tudni, hogy ők... Ö, harmadik helyen kiemelt csapat, ez is, hogy jelen pillanatban a világranglista harmadik helyén állnak, én azt gondolom, hogy ők tovább jutnak, különben nem nagy ö, uh, berakni a face meg a navit, akik szintén eszméletlen jól szerepelnek. Az az igazság, hogy a vitality én már nem bízok. vitality egyáltalán nem bízok, hogy ők tovább fognak jutni, attól függetlenül, hogy tényleg Zaibu fantasztikusan játszik, most így az utolsó meccseken Uh, apex a teljesítmény az katasztrofális volt, a Dust 2 konkrétan 13. körben szerezte az első fregét, és nullás ADR-rel állt 12 körig. Na, nagyon nem ment neki a Dust 2, és még így is gömben 4v5-ben hozta végül a Vitality a meccset, de hát nem volt egy életbiztosítás, és hogyha Apex nem szedi össze magát, akkor simán lehet, hogy a uh, Vitality-től Vitality búcsúzunk. Annak ellenére, hogy ők a világranglista második a jelen pillanatban. Különben óriási rangadóval kezd majd még uh, szombaton a Major, hiszen lesz egy Nip Fnatic meccs, ami annak idején ugye nagy érdeklődést váltott ki mindig, most azért már teljesen más a Nip is, és teljesen más a Fnatic is. Talán a régi emberek közül összesen Crims van egyedül a két csapatban, aki ugyanaz, mint régen volt. jelen pillanatban azért a nip esélyesebbnek tűnik, és a Fnatic, főleg úgy, hogy ugye a is kikaptak, szerintem hát nem, nem kötelezően esélyes a, a, a itt már. Őket én nem raknám be. Nehéz különben kitalálni, hogy itt a, a challengerek közül, akik bejutnak, kik azok, akik tovább is fognak menni. A bad News Lanon eszméletlen jól teljesít. Ők a Spirit ellen fognak kezdeni, volt már a Spirit ellen meccsük, nem olyan rég, és akkor 2-0-ra kikaptak, ahogy én néztem. Ö... Nem tudom megmondani, hogy ők tovább mennek-e. Ugye a szép bet az az lenne, hogy mindenkit szépen, aki a, a top 8-ba van, őket áthúzogatni de nem tudom, hogy ki az, aki kieshet. De hát ugye mindig vannak meglepetések. Egy major egy lanon bármi megtörténhet, és azt se felejtsük el, hogy ezek a csapatok most nincsenek annyira még benne a hajrában. Tehát akik jönnek a Challenger Stage-ből, ők már túl vannak egy, egy stresszes első fordulón, már be vannak egy kicsit melegedve, megszokták a helyszínt, megszokták a verseny körülményeket, és a frissen érkező profi kellem, vagyis hát nem tudom, kiemeltek ellen kell majd játszani, ők, akik még, még csak most kezdenek majd bele a verseny drukba, és most kezd majd hatni rájuk az, hogy euh, teljesíteni kell. Ettől függetlenül, nem véletlenül ők a kiemeltek, tehát ők sokkal jobbak papíron. Azt is nehéz kitalálni, igen, ki fog 0-3-ban végezni. Ezt már beszéltem arról, hogy a 3-0-ást én azért nem szoktam komolyan venni, vagy ide csapatot rakni, mert mindig azon szokott elmenni a pikemem, hogy ide rakom mondjuk a navit, és ugyan tovább jutnak, de nem 3-0-val, és ezért veszítek itt egy slotot, ahelyett, hogy fix tovább jutónak ide raktam volna a navit. Nem, nem, nem szeretem ezt így kitölteni, azaz, hogy ide random csapatokat szoktam mindig bepakolni, lehet, hogy megint a bad news eagles-t kéne, amúgy tovább mentek 3-0-ral, pedig senki nem számított rájuk a Challenger stage-ben. Mondjuk itt kétlem, hogy meg tudják csinálni a 3-0-át. A 3-0-ra a FaZe-nek, a NaVi-nak... Talán... hát nem. Szerintem a FaZe-nek és a NaVi-nak van esélye. Ja, meg talán a Liquidnek. FaZe, NaVi, Liquid. Talán ők esélyesek a 3-0-át. Csak ugye, hogyha kiveszed őket innen alulról, és nem 3 0 áznak csak 2-1-eznek, vagy 2... vagy 3-2-znek, akkor akkor ugye box egy potenciális pontot. Nem tudom. Az első. Hát én különben a Sproutot fogom ide rakni 0-3-ra. Itt az első körös eredmények alapján, hogyha ők nem pörögnek fel, ők annyira nincsenek előre a világranglisten a HLTV szerint, és én jelen pillanatban csak abból tudok tájékozódni, mert nem figyeltem annyira, az elmúlt időszakban a profi meccseket. Úgyhogy meglátjuk, mi lesz belőle. 3-0-ra hát nem tudom ki az, akit lehetne, hát nem a Vitality-t, a Vitality-t, hátra megtátosodnak, és Apex visszajön, de szerintem Vitality amúgy ki fog esni. De hogyha nem más le 3 0 eznek akkor hoznak nekem egy pontot, és köszönöm szépen. De valószínű, hogy ha egyáltalán bejutnak, akkor nyögvenyelősen, Hát nem tudom, én különben lehet, hogy, hogy ebben a nagyon szép nagyon szép bettel fogok menni. És megint van egy oldal, ahol ki van emelve az, hogy ki ki ellen fog játszani és milyen párosítások lehetnek. Ezt lehet, hogy érdemes ö, megnéznetek. videó leírásába majd berakom. Hát itt látszik, hogy mi a első körös ö, párosítások. Kérdés, hogy ö, ez a papírforma érvényesülni fog-e, de hogyha igen, akkor lehet látni, hogy először a liquid játszik a mouse után, összekerülhetnek a Cloud9-nal, hogyha őket megverik, akkor Spirit esports al kerülnek össze, hogyha ott kikapnak, amire különben hát van esély, Bad News kell játszaniuk, Az itteni papírforma szerint a mouse kiesik, mert a Bad news igaz, majd megveri őket. Nem, hogyha nyernek, akkor meg a Frautain kerülnek össze. Kettő-kettőben. Hát. Igen, de ugye, amint változik valami másik eredmény ezen a táblázaton, már is más ellenfelet fog kapni a mouse, Tehát itt végig lehet ezt követni, csak kérdés, hogy ki tudod-e találni az összes variációt, vagy az összes olyan lehetség vagy azt a, hogy mondjam, a felállást, ami tényleg valójában meg fog történni. Ami még érdekes lehet különben, az előző fázis lezárása, tehát a Challenger Stage lezárásához, hogy milyen statisztikák jöttek ki. Bad News nek volt a legjobb statisztikája, a mouse fejfej fej, 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 fej mellett vannak. Ugye mind a ketten 3 0 végeztek, ezért egyáltalán nem meglepez. Ezen kívül a Big és a fury -a voltak, akik még nagyon jó statokat produkáltak. Én a big meg is lepődtem, hogy mennyire feljöttek. És a játékosok pedig, Shiro, Exertion, aki ugye a mouse játékosa, egy 1.41-es ratingel egy vadállat volt. Készerátót azt mindig is kiemeltük, amikor a Fury-a meccseit közvetítettem, hogy mennyire fregerős és mennyire veszélyes. Az Ivo ugye egyedül viszi a vitality a hátán, akik legutolsó helyen hullognak itt a sorban. És Frozen is ott van a legjobbak között. Tehát uh, Exertion, Frozen és különben szerintem nem olyan messze lemaradva. Ott lesz uh, Torzsi is. Úgyhogy uh, nagyon, jó, nagyon jól vette az első fázist a mouse. Simán van szerintem esélye. Hát, ha valakinek van esélye a továbbításra, akkor az a mouse és a bad news Eagles, és talán a big. Hát meg a fury, ahogyha a helyi közönség búztolja őket. Na jó, hát utolsó helyre én behoznám a team spiritet. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Még annyi, hogy lehet, hogy a nibbe mégse bízok annyira. És helyettük behúznám az ENSZ-et, Aztán reménykedjünk, hogy ez lesz a végleges felállás nem ígérem, hogy nem fogok változtatni még ezen a pikemen. Ugye van még 23 óra, hogy ezt megcsináljam. De talán, talán, talán ez már jó lesz. És még van esély, mert a bedgyúzígőznek bekerülni. Nem, nem tudom. Tehát Fúria is elég jó lehet. ez egy, ez egy óriás lutri óriás lutri, és most azon gondolkodom, hogy lehet, hogy a Féz valószínűleg megcsinálja a 3 0 ját és be kéne oda őket biztosra, <coughs> mert, mert az a plusz egy hely felszabadulna itt, amit egy random csapatra be lehet rakni, aki még bejuthat. Itt a végén óriási küzdelem lesz szerintem. De mondjuk a, a, Sprout az elég biztosnak tűnik nekem, hogy ők 0 3 -aznak. De persze ki tudja. De nem lehet ezt tudni, az egész egy nagy gambling, Maradjon ennyi egyenlőre, aztán majd meglátjuk.